Á, Csomi! Hello, hello! Milyen helyzet van, gyerekik? Folytatjuk tovább a bázisunk építését. Hát nem tudom, hogy mennyire fogja ezt túlélni az első holdát, de bízom benne, hogy valami lesz. Valami teljesítményt értem el, nem így. Lol. Na, oké, mondtuk ugye, hogy el kell osztani ezeket a pontokat. Képességpont, szerszám kovács, és vásárol, jól van. 10-es szinten tudom a következőt, úgyhogy majd egy kicsit még lehet, hogy valamire fogunk rakni. Egyelőre még nem rakok semmire. Jó. Jó. Annyit akartam, hogy akkor már ha van itt, igen, nem. Ezt így ki kell cserélgetnem, vagy. Hát ez valószínű, hogy ezt kiveszem volna lefogásni, úgyhogy ez elég halál lesz. De mindegy, gyűjtsögessünk gyárakák, mint az örültek. Izére kellene kő kell, meg... Vajátok? Szétszed? Mindegy, szedjünk szét, mert itt már tele vagyunk szemettel. Oké. Okay. Az így van, az maradhat. Hát, külső, nem tudom, igazából. Jó, ez maradjon. Oké. Okay. Ezt csinálok egy izért viszont. Egy kőbaltát készít. Sőt, kettő kőbaltát. Ugye most már százasat! Százasat tudunk csinálni. Jó! És akkor menjünk alapanyagot gyűjteni ezerrel. Fasza. Jó. Közben gondolkozok ezerrel. Mégis hogyan, miképpen lehetne megoldani legjobban a dolgokat. Szovjasok is vagyunk, úgy rohagy meg. Igyel még egyet. Nehogy szomgyúgy dögöljé. Jó, oké. Okay. Ez mi szénlelőhely nem kell. Nekem kő kell, meg agyag. Úgyhogy most még azt össze fogjuk kapni. Lyukkát mindenképpen szedjük. Mint az őrültek. Nyilvesszőt kell szerintem csinálni az erre, nem tudom mennyit tudok. Hosszú a nyíl! 17. Mert mindig a kővel van kevés, hogy rohadjon meg. Olyan lassan adja. Ez hihetetlen. Ott van egy város a távolban, látjátok? Persze mindig azt hiszem, hogy izé... Zombi távolás, aztán csak melege van a csávónak. Erősen gondolkozok rajta egyébként, hogy a bányászatra rakjak. Nekem nagyon... gyerekek, bazzek. Komolyan mondom, tudom, hogy ez lehet, hogy... Blokksérülésre adna, ugye? Jó van, gyerekek. Eddig volt, nem... Sokkal gyorsabban nyerem ki, ugye, a cuccot. Ami nekem nem tudom, de nekem az fontos kell. Ez király, jó. Nem olyan működik. Remélem, hogy működik ez, de igazából ez ettől nőtt, amikor ezt kohaltam, úgyhogy biztos működik kicsit. Megmártózunk, lehűlünk. Meg még agyagot is kéne összekapnunk. Akkor így be tudnám fejezni a bázisomat. A dombtetőn! A dombtetőn! Nem izobandi, rajzolsz már tovább, vagy én még nem rajzolsz tovább. Na, pihenjünk. Jelöljünk agyaglelőhelyet, hogy pihen. Hát jó lesz? Jó lesz ez. Kuc-kuc! Hát ne gőj meg! Beteg vagyok, bazza. Múltkor kivettünk, tudjátok hol fásztam meg? Múltkor kivettünk a izében, Egerszegen van egy disztér, aztán ott van ilyen karácsonyi vásár, gyerekek. Olyan hideg volt, mint az Isten nyila. Az ott költ hédereznem, ott izéte vácsorogtam, meg sétálgattam. Úgy átfagytam. Éhes is vagyok, jaj de jó.
Én egy lyukkát azt tudom tömni a fejembe. Megyünk áska aludni, jó? Az a lényeg erre az éjszakára, kettő magasan körbe tudjam már pillérezni, és akkor az nekem már úgy fasza lesz. Bocs! Kehegek. Nem szabad a föld alá bújni, az itt a projekt mostan éppen. Nem szabad... Bazzer, még nem haltam meg! Jó, ezt te is mondogassam, mert biztos meghalok akkor. Lyukka, lyukka... Egyébként nagy izé, nagy csitesz, hogy itt lehet ilyen sok lyukkát összekapni, nem? Mennyi kügyünk van? 130, halljátok, ez nem valami nagy eresztés egyébként. Tízes szinten tudok rakni majd a, hogy még jobb fegyvert csinálj, vagy felszámot csináljuk. Hát az még odébb lesz, úgyhogy nyugodtan itten szórakázhatok. Megnézem, hogy mennyi a... Építőipari szerszámok, hülye vagy bazd meg, rosszra raktál, kipör. Olyanra kell, nem a bányászati eszközök. Építőipari szerszámok, vagy mi a szar? Jaj! Kalapács, a izével jó lesz az, csak kell hozzá egy csákagy. Csákagy, jaj, te sagy. Várjál, van nekem pontom. Jó van ezután, akkor építőipari, mert kalapács, mert nem baj a bányászó, de kalapács a bányászó. Kölle csákagy, azt akkor jó lesz. Akkor meg vagyok nyugodva. Sőt, lehet, hogy el kéne mennem lutolgatni is, azt akkor találnék. Hát azért nem is vitte jobban. Pedig tök jó mindig csákánya már. Már izében nagyon jó. Hát a franc gondolta. Olvasni kellett volna, tudom rá. Jó, megyek ásni. Ezt be kell fejeznem a zoruat. Na, szintet léptük, Bore. Akkor most már van elkölthető pontom. Hat darab építőipari izéket, az, hogy rohagy meg, azt rakok rá. Az, most akkor már tényleg gyorsabb. De egyébként az ásóval szerintem gyorsabban fogok szedni, úgyhogy nem volt hülyeség, megcsinálom. Na, gyerünk ásni. Aha, onnan nézzé. Onnan nézzé. Ilyen 10-ben 9-eket szed. Az hozzátartozik. Úgyhogy jó, nem buktunk semmit. Legalábbis remélem, várja, megnézem, bazza már. Hát bányászati eszközök annyit ír. Bocs, hogy szüttyögök, de nagyon fázok. Meg vagyok fázva, hogy mit mondjak rá. Nem jön neki. Régebben mindig az volt, alassuk le a föld alá, azt akkor biztonságban vagy. Hát ez tök gáz, nem? Már egy kicsit olyan uncsi. Mindig azt csinálod, hogy gyorsan leásol. Sietek ám! Egy olyan 50 darab kellene még macskakő. Vagy izé, pillér. Vagy már talán annyi nem is. Na mindjárt. Nyomunk macskakövet. És már csinálhatok egy csomót. Ó, sagyi, 200 darab halott. Abból 50 darab meg is lesz. Jó, akkor még szerek egy kis anyagot, mert az mindig jó. Ezt megyünk haza.
Szépítkezünk ezerre. Jó lenne egy kis lootolást belevinni még ma, nem? Hát, ha találunk valami jó fasz a cuccot. Van egy ilyen kis város itt a környéken, oda még elsuttyadjak? Este meg akkor tudok gépét kezdeni, nem? Az kellene. Mert akkor éhesek vagyunk, mint az atom. Tűzoltó fejsze nem kell. Elmegyünk kisvárosba, gyerekek, várja? Az a baj, kövem nincsen. Izének tudnék körülni egyébként. Mi a franca neve? Egy csákánynak, mert akkor követ barom gyorsan tudnám szedni. Egyébként ott is egy ház, látjátok ott szembe. Azt a házat kéne megnézem, az közel van a bázisomhoz. Ugye ott van bázisom, ott a... Bázisom az mennyi? Igen, itt a bázisom. És itt van valahol a ház. Jó, megyünk arra, ház fele. Megnézem azt a házat, hogy az micsoda, micsoda. Közben akkor gyűjtögetünk. Mondjuk egy fát, hogy megjeleket, ezt lehet, hogy kiütöm. Meg ugye ezeket gyújtjuk. Majd csinálunk akkor külön ugye kötszeres dolgot. Egyébként itt van egy vizesésem. Ezt mögé is tök jó lenne elrejtőzni. Mondjuk az érdekesen néz ki a vizesés, jó. Jaj! Jó, hogy nem töröm ki a lábomat. Jó, bélj a víz, na. Hol vattam azt a házat, hülye vagy? Ott is van távolban valami. De volt itt egy ház. Az óceán partján majd, ha végleg visszavonultam. Ott van a bunkerem. Hülye vagy, ha hol volt az a ház? Ott van a... Jó, megnézem. Hát, ha valami jó cucc lesz. Ja, azért kellett kő, mert nyilvesszőt akartam csinálni. Ez az, hogy meg tudjam magam béderi. Egy izé, egy valami olyan ruhának... Nem kell puskapor, egy abszolút nem kell puskapor most. Főleg nem három puskapor inventory helyfoglalásnak. De most megint hol van? Az a ház. Ez volt az olyan messze. Hú, de hát ez nem arra van, amire annyira... Ott, ja, ott van egy ház, jó. Jó, az messze van. Az micsoda? Sátortábor, nem kell. Házat megnézzük, jó? Sátortábor, az nem kell. Azt a kecót, azt meglesem. Gyerekek, olyan távolinak, vagy közelinek tűnt. Szóval megyek egy órája. 17 óra 6, hát akkor izéket el kellett kezdeni csinálni addig. Pilli, pille, piller. És csináljuk a 20-at, nem? Ezt akkor azzal neki tudok állni. Ja, és akkor holnap a negyedik nap. Lassan elkezdhetem megerősíteni. Ja, megcsinálom a külső falakat fullasra. Ezt utána fogom majd a belsőt csinálni. Mert különben ez így nem lesz, hogy ott egy keselyű. Ez a keselyű nagyon keserű. Nem baj, sokat furkozok, legalább az atlétika képességem növekszik meg, legalább betöltődik a környék, aztán nem fog akadni. Ó, Sanyi. Jó lesz elővenni az íjacskámat, mert úgy látom sokan vannak. Á, de nagyon izai van. Nagy hajs vagyok. Nem, mi nem jöttünk, gyerekek, várja?
Nem hiszem. Van itt valaki? Gyere, baby vagyok. Jó, mindig elővök az órad előtt. Dobtál egy hátast? Azt hitted, hogy mi van? Gunya legyél rálad, gunya. Nem baj, a női top, azt is felhordom. Ki hitte volna, hogy papír lesz benne? Ennyi az a kecó? Émelet nincsen? Ó, ott a fiú, hát ezért nem volt érdemes ideket csőri. Hallod? Ennyi. Tök jó. Hello, ver. De most nem azért. Most elére eljöttem eddig. Apám, Kavi. Menjünk haza, mert ez egy rémálom. Hát ennek semmi értelme nem volt. Ugye, hogyha nem kiégett földön lett volna, gondolom normális ház lett volna, nem ilyen szétégett szar. Jó, rácsesztünk. Menjünk haza. Kigyó, sziszegett a kigyó. Menjünk haza, megcsináljuk a bázist. Az fontos, fontos. Tojás, jó. Ja, meg tábortüzet se általán csinálom. Hol van a bázisom? Jó, ott hú, de messze vagy még, úristen. Ezt csinálnék akkor sült tojást, hogy valamit, legalább valamit tudnék enni. Nem csak a lyukát tömném. Ezért azt viszont abszolút nem láttam eddig. Élőlényt, mármint amit le lehet vadászni. Jó, ott egy város. Hoppá. Ott egy város, gyerekek, 18, valamennyi van odáig, már nem fogok elkecselni. Ott egy város, az tuti. Baromi sok hizé van, település a környéken. De hát tudtam volna, akkor inkább abba a távoli sivatagi városba mentem volna. Biztos több cucc lett volna. Ha megyünk haza, építjük tovább a bunkert. Ja, tetszik, hogy ott fönn van. Bejövős. Befejezzük faszán. Mari! Amit kizé kuszóval szól. Ejj, megesszük. Jó, erre inni is kell, úgy látom eléggé szar az volt. Várja. Azaz. Jó. És akkor már elvileg elkészültek a pillerek is. Hát ezt nagyon kivad fuddalva, kitaláltuk, hogy hogyan kell lesz. Tidegy, tidegkettő, tidehárom, tidenégy, tidenőt, tideod, tidehét, tidenót, tidegent, húd. Jó, és akkor kell még 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 darab. Az meg simán megvan. És akkor faszák vagyunk. Akkor két soros, itt már biztos, hogy nem fog bemenni, normál zombi, esetleg pog zombi fog bejönni. Meg repülő alkalmatosságok. Szomjas vagy, így a folyadékot. Jó van, na. Úgyhogy ez egyszer akkor frankó. Ez nekem így be is jön.
padlózatot akartam felupgrade-elni, hát 88 falval sok mindent nem fogok felupgrade-elni, de azért nekiállhatunk. Mindig sovalság van. Szögénység van, gyerek, szögénység. Nincs kell a pénz lóvére. Ez az. Jó, ez amúgy egyébként minden fasz, csak az a baj, hogy kicsit le vagyunk amortizálódva mindenhogyan. Kell egy door. Az ajtót azt szétcsaptam. Azt hiszem, hogy szétcsaptam. Kell még egy ajtó. És akkor ezt meg... Aha. Ezt meg ide így. Igen, hát ez ilyen, gyerekek, ilyen a biznisz. Ez van. Na. Ez az. És akkor ugye... Én itten tudom őket hirigölni. Csak az a nagy bajom, ja, hogy azt meg kellett volna csinálnom kőből ezt a részt, mert itt az lesz a probléma, hogy azokat, ezt a pilléreket, azokat vesztettem el a hülyeségem miatt. Ez az. Ezeket a pilléreket, ezeket elcsesztem, mert most ugye ezt kiveszem. Nehogy már a mazlimban, baze. Jó, ide mazlimban. Jó, oké, akkor. Mi a levelnak? Térkő. Mennyit tudok csinálni? Nem kell ennyi. 1, 2, 3. Kell egy 6 darab. Akkor kicserélgetem, és akkor még itt eddig ki lesz cserélve. Sőt, az igazából 4 is elég. Hova raktad? 3. Oké, 4 elég is volt. Oké, kiveszem ezt is. Nagyszerű gyerekek, na így képzeltem el ugye. És akkor ide jöhetne még 2 darab, 4 darab pillér. Elnézést! 4 darab. És akkor ez így meg is van. Akkor ezután ugye most már más, hogy fogjuk ezt tovább tolni. Azon filózok, hogy kell-e nekem az. Ez egy ilyen zsilip szerűen fog működni. Azon filózok, hogy kell-e nekem még egy szint magasság. Még egyelőre nem tudom. Minden esetre 4 darab pillért azt ide berakjuk. Elnézést! Mennyi agyagom van? Aha, az agyaggal ugye meg fel tudom majd húzni. Megnézzük, hogy hány durability is lesz úgy. Mondjuk akkor próbáljuk ki ezen. Ó, ez milyen lett? Ez nem ilyen szokott lenni. Ja, macska kővel javít... Ez eddig nem macska kővel javította ezeket. Várja, ezt is? És már ilyen lett? Ez másfajta, várja. 1500! Nagyon fasz a gyerekek, 1500. Eddig nem ilyen volt. De most ez, akkor jó, ez macska kővel tudod még följebb húzni. Ami nem biztos, hogy jó. Szóval jó erős lesz, macska kővel. És a következő az már a beton lesz. Ez az. 1500 durabilitések, azok nagyon szuperek, nagyon tetszik. Ez is? Ez is. Nagyon király, és macskakővel is tudod javítani. Jó, oké. Korrekt, korrekt, nagyon tetszik. Igen, viszont itt ugye lesz még egy ilyen, itt lesz ugye még egy ajtó, ide,
és akkor megint egy, és akkor torony, és akkor még magasabb, még magasabb, még magasabb, és gyakorlatilag akkor ez így fog fölépülni. Ez nekem jó. Ez nekem bejövős. Ja, a fáklyákat ezt is kéne csinálni, várjál, azt hogy kell? A faszt emlékszik ám a fáklyára. Ja, állati zsiradék, hogy nem vagyok boldog, meg én nem vagyok boldog. El kéne menni majd a izébe, abba a tárnába. És akkor ott voltak fáklyák, esetleg le tudjuk lopni. De esetre most ezt így. Erre nem enged rakni, basszus. Hát de hülye vagy. Miért nem engedett? Érdekes, nem engedte felrakni arra. Hol a fákja? Na mindegy. Addig akkor ide berakom középre, hogy valamit lássak. Apá, ezt hova laktad, hülye vagy? Hallod? Ez bebaszta a föld alá, azt hiszem. Jó, volt fákja, nincs fákja. Ez betette a föld alá nekünk, jó, köszi. Király voltál. Jó, gyertya. Talán ezt nem fogja. Jó, van egy gyertyánk, oké. Ja, nem annyira rossz a projekt. Annyi van ugye, hogy hát esetleg még egy sort rá kéne raknom. Igen, meg kell építeni a középsőt is. Ja, lehet, hogy a középső lesz full zárt egyelőre, mert máshogy azt nem nagyon tudom megoldani. Iszonyat sok anyag kéne, 7 nap alatt nem fogom ezt az egészet befedni, viszont egy külső védelmi zóra az ugye kialakult már. Itt akkor elkezdem a belsőt is csinálni. Ugye, annyit kell majd megnéznem még, hogy a létrát tudok-e rakni erre. Vagy kell egyenes részt is kialakítanom. Ezt csak létrát, ezt megnézzük. Ugye erre tudom-e rakni? Aha, azt hiszem, hogy tudom. Jó, akkor jó. Nem esik le? Nem. Jó, akkor tudom erre rakni a létrát is. Fasza. Én leverem. Belsőbe ugye, mondjuk itt lesz egy létra föl. Következő szintre. Jó. Vagy esetleg lehet, hogy középen lesz egy oszlop, és azon lesz a létra. Hát, hogy azon kell majd csinálnom. Jó, srácok! Szerintem búcsúzós lesz a helyzet. Nagyon alakulósba vagyunk. Tetszik ez a rendszer. Nem fogunk ugye föld alá menekülni még mindig. És szerintem ez így korrekt lesz. Annyi nyilvesszőm van? 44 van. Na, jönnek a zombik, akkor azért tudjak itt védekezni. Ja, itt az lesz, hogy akkor körbe. Utána a középen izé. Középen fogunk fölmenni. Hogy körbe tudjam járni. Hogyha esetleg jönnek valami köcsögök. Hát az nem biztos. Lehet, hogy inkább nem. Mert akkor itt be tudok állni, aztán ugye nem érnek el. Ja, az lesz. Ja, ne arra úgyatok, hogy itt folyamatosan kombinálok. Csak tényleg próbálom kitalálni, hogy hogy legyen. És akkor a torony tetején fog helyet foglalni majd a gyakorlatilag a raktárom. Meg minden ott lesz. Na jó, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csubi csőtészt a csa.